cégvezetőket, gazdasági szakembereket vártak elsősorban a NAV és az Iparkamara közös adófórumára. Az előadók az adóhatóság különböző szakterületén dolgozó munkatársai voltak. A szakmai program szervezőinek az egész délelőttön át tartó rendezvényel a céljuk az volt, hogy segítsék a vállalkozókat első kézből értesülni 2019 legfontosabb adóügyi változásairól. A legtöbbek által várt egyik téma a kafetéria idei változásairól szóló előadás volt. Kedvezmények, például a tanulástól kezdve az egészségügyi ellátásban való támogatás, vagy például a lakásépítés támogatása sajnálatos módon kiesett, és szeretnék tudni a vállalkozók, hogy ez a jövőben hogyan fog alakulni. Emellett a tavaly nyáron elindított kötelező elektronikus számlázással kapcsolatban is többeknek volt kérdésük. Ez nagyon nagy változást jelent a vállalkozók életében, sokan ezért jöttek el kíváncsiak, mert a részletek, ami döntőek, és egyelőre nem tisztázott a vállalkozóknál, hogy hogyan is fog ez zajlani. A Kamara és a NAV közös évelei adófóruma egyébként már hagyomány Szekszárdon.